Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen. Kedves testvérem, június 20-a szombat van, a mai napon az evangélium Szent Mátének könyvének részlete, a 6. fejezet 24. mondatától a 34. mondatáig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöl az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok az Istennek is, és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit estek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem is aratnak, s magtárakban sem gyűjtenek, hanem a ti mennyi atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyik te tudja életét egyetlen lépésnél is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradnak és nem is szőnek. Mondom nektek, soha még dicsősége tejében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei világot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyi atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keresitek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, Jézusnak vannak olyan mondásai, amelyeket nem csak mi hívők ismerünk, talán még a nem hívők is alkalmaznak, amikor hangsúlyosan mondják, nem szolgálhatok az Istennek és a mammonnak is, vagy akár azt, hogy elég a mának a maga baja. Érdekes, amikor Jézus tanít, hangsúlyosan Isten országáról beszél tanítványainak, nem szolgálhatok két úrnak, hangsúlyosan Istennek és a mammonnak. Érdekes Jézus beszéde, másút beszél arról is, hogy az igen, igen legyen a nem, nem, ha langyos vagy kiköplek. Az Isten melletti döntés is egyfajta radikalitást kíván az embertől, egy hozzáállás, egy tudatos döntést. Nem szolgálhatok az Istennek és a mammonnak. Nem lehet két úrnak szolgálni. Akkor, amikor Jézus megtisztítja a templomot a kufároktól, akkor pont a templomnak a jelentőségét emeli föl, és ő, mint az Isten fia, elfoglalja helyét a templomba. Kiküldi, kikergeti őket a templomból, a pénzváltókat, az állatárusokat, mindenkit a templomon kívülre. A templom az Isten háza legyen. Nem szolgáltok az Istennek és a mammonnak. Akkor, amikor Isten maga meghív minket Isten szeretetébe, persze ott van az ember, hogy testestül, lelkestül beleállni a dolgokba. Aggodalom. Többször is ott van a tanításban, ne aggodalmaskodjatok. Miért aggodalmaskodtok? Ti aggodalmaskodók. Érdekes, a mai világ is ott, ahol érzi az ember, hogy a félelem lábra kap, akkor valahol a lelket, mintha megenni. Kérdés, hogy hogyan is állunk a mával, elég a mának a maga vala. Isten az, aki gondoskodik népéről. És amikor igazán természeti képeket alkalmaz, mögötte ott van Isten végtelen szeretet, teremtő műve, aki minket meghív, aki minket megteremtett. Elsősorban Isten országára figyeltek, annak igazságá keresétek. Tanítás központi magva Isten országának a fölismerése. Isten az, aki minket teremtett, ő az, aki meghívott, és ő az, aki a teljességre akar vezetni. Egy közös táncra hívott meg minket. Ő, ami kérünk.
Akkor, amikor az Isten saját képé és hasonlatosságát teremtette meg a férfit és a nőt, az Isten képiség ott volt. Ádám és Éva beletenyerelt ebbe, tönkretette ezt az Isten képiséget. És Jézusban, mint új Ádámban az Isten minket újjá akar teremteni. Elsősorban Isten országát, annak igazságáért keresétek. Jézus Krisztusban, aki megváltunk, üdvözítünk. Mire hív az Isten, mire tanít? Akkor, tényleg mi Isten fogadó gyermekévé lettünk, akkor minket megkereszteltek. Hangsoltan meghívást kaptunk az örök üdvösségre. Isten Jézus Krisztusban tanít, elvezet minket az atyai házba. Mit is kívánhatnék, hogy jó Isten, hogy valóban ragaszkodjunk az élő Istenhez. Hogy jó Isten, hogy fölismerjük Jézus Krisztusban megváltót, azt a tanítót, aki a teljesség elvezet. Hogy jó Isten, hogy ragaszkodjunk az ő igazához, igazságához, életünknek részévé váljon. Adj ő ebbe a világba. Mi magunk is hívőké, keresztényeké jellé váljunk mások számára. Adj ő Isten, ne a félelem kapjon lábra bennünk, sokkal inkább a lélek. Adj ő Isten, hogy másokat is meg tudjunk hívni az egytest közösségbe, Krisztus, ami urunk által. Amen.